várjuk kérdését üzenetrögzítőnkre vagy élőben. 2018-21-21. Kérdezze polgármesterét, dr. Bácskai Jánost. Február 23-án köszöntjük Önöket élőben, és köszöntöm nagy szeretettel dr. Bácskai János polgármester urat is. Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm én is a nézőket. Polgármester úrral várjuk a kérdéseket a 218-21-21-es telefonszámon, valamint az info@9.tv és e-mail címünkön is. Február 23-án élőben kérdezhetnek, minden más időpontban pedig kérjük, hogy üzenetrögzítőnkre mondják rá a kérdésüket. És minden adás elején elmondom, hogy kérjük, hogy a konkrét kérdést mondják el, nevüket, címüket, telefonszámukat is, hiszen most az utóbbi időben is telefonált egy hölgy, akinek egy ajtóval, kilincsel volt problémája, de semmilyen adatot, információt, se a nevét, se a címét nem mondta el, és hát nyilván így nem tudunk neki segíteni, az önkormányzatban sem tudják ez alapján őt beazonosítani. Tehát kérjük Önöket, hogy mindig a konkrét kérdéssel forduljanak hozzánk, hogy aztán a konkrét választ a következő élőadásban megkaphassák. Természetesen akik most ezt a műsort nézik és telefonálnak, ők márciusban kapnak kérdésükre választ, akik pedig az elmúlt időszakban telefonáltak, azok a mai adásban. Most pedig itt a februári adást egy múlt idézéssel kezdjük, hiszen Ferencváros legkorábbi nyomaira bukkantak a Csarnok téren, ahol egy régészeti ásatás folyik. Nézzük meg, hogy mi újat tudtunk meg Ferencváros történetéről. A 2013-ban felújított Csarnok tér oldalában található területet még 2008-ban adta el Ferencváros önkormányzata. A befektető egy szállodát tervezett a területre, az építkezés megkezdése azonban egészen a tavalyi évig váratott magára. Mivel régészeti lelőhelyről van szó, a földmunkák megkezdése előtt kötelező, hogy a szakhatóságok megelőző ásatásokat végezzenek a területen. Már ennek során a tavalyi év végén értékes leletekre bukkantak. Tóth Anikó ásatásvezető irányítása alatt 30 nap áll rendelkezésükre, hogy teljesen feltárják a területet. Feltételezhetően megtalálták a 13. századi Szent Erzsébet falva egy részét is, valamint többek között a 17. században itt álló temető sírjaira bukkantak. Egy ásatás nem elsősorban lehetővé válik, hanem szükségessé válik, hogyha a területet valami miatt meg kell bolygatni, tehát építkezni fognak rajta, és hogyha azon a területen bármiféle ismert lelőhely van, akkor a területileg illetékes múzeumnak kötelessége a területre kimenni, és az ott található jelenségeket megmenteni. Itt pedig egy szálloda fog épülni, méghozzá egy ötszintes mélygarázzsal, ami azt jelenti, hogy 15 méter mélységig itt a teljes területen kiemelik a földet, tehát ami itt található, az minden el fog pusztulni, ezért a múzeum ide kivonult, és az itt található dolgokat mielőtte feltárjuk. A területen ismert volt már egy 17-18. Századi temetőnek a megléte, ebben biztosak voltunk, és azt lehetett sejteni, hogy valahol itt a környéken, valahol a Petőfi és a Szabadsághíd között kell egy 13. századi falunak is lennie. Ennek a pontos helyét nem tudtuk, ez akkor derült csak ki, hogy ezen a helyen található, amikor megkezdtük a feltárást még tavaly ősszel. És akkor ebből a 12.-13. századi településből milyen nyomokat, milyen leleteket találtak eddig? Ez valószínűleg Szent Erzsébet falu volt, már ami ugye a 13. századi részét jelenti, mert a 12. században ugye értelemszerűen nem hívhatták még Szent Erzsébetnek. A korábbi nevét a településnek azt nem ismerjük, és valószínűleg azt soha nem is fogjuk tudni. Sajnos a település az nagyon erősen rongált állapotban van már. Egyrészt ugye az újkori épületegyüttes, ami itt helyezkedett el, másrészt pedig a temető is nagyon sok mindent megrongált benne, de kemencék nyomait találtunk, gödröket találtunk, oszlophelyeket, épületek maradványait, abból sajnos nagyon keveset, helyenként csak a letapasztott padló kis foltokban az, ami megmaradt ezekből, viszont nagyon sok pontosan keltező értékű leletanyagot, kerámiát, ami alapján meg tudjuk majd határozni a település
ennek a pontos időrendjét. Mennyi leletanyag került elő ebből az időszakból, illetve ennek a feltárása hol tart most? A falu a teljes telek területén megtalálható, az északabbi részen inkább a 13. századi, míg a délebbi részen inkább a 12. századi leletanyag az, ami dominál. Hát eddig nagyjából 4 ládányi kerámia került elő, és rengeteg állatcsont, némi vas, és eddig 2 darab pénz, amit hát sajnos még nem tudtunk meghatározni előtte a restaurátoroknak, azt még rendbe kell hozniuk. Tehát valószínűleg ez lehetett az első település itt ezen a területen, és utána hány ilyen település következett ezen a részen, erről mit lehet tudni? Igazából nem is a legelső település, mert egy nagyon-nagyon kicsi nyoma maradt egy őskori itt található településnek, tényleg egy gödörnek egy annyira kicsi része, hogy meg se tudtuk határozni se a méretét, se a formáját, csak azt, hogy kerámia került elő teljesen egyértelműen. Hát én ugye nem vagyok szakértője, szerintem bronzkori, tehát az lehetett a legkorábbi megtelepülési időszak ezen a területen, utána a 12.-13. század, és utána meglepő módon egy elég nagy üres időszak van, és a legközelebbi jelenség, amit itt találunk, az már a 17. századi temető ezen a területen. Mi az, amit ebből a temetőből eddig sikerült feltárni, és hát itt ön mögött is láthatunk sírokat, illetve egy csontvázat is. Ez egy keresztény temető volt, a nagyon kevés leletanyag alapján ez teljesen egyértelmű, tehát egy-két rózsafüzért találtunk, keresztet, nagyon kevés egyébként, ami az ebben a korban eltemetett emberek mellett előkerülhet. A viselet maradványai, összesen eddig 208 olyan sírunk van, ami teljesen egyértelműen egy-egy egyénhez köthető, és rengeteg olyan, amit megbolygattak, tehát nem tudjuk őket emberenként, tehát egyénenként megkülönböztetni. Legalább 100 ilyen temetkezés lehetett még ezeken kívül, és itt még folytatódnak. Tehát ezen a területen is, ahol állunk éppen, valószínűleg lefelé még találunk majd sírokat. A viseleti tárgyak közül egy-két nagyon szép fémszálas csipkével díszített főkötő volt a fiatalabb hölgyeken. Fülbevalót találtunk, gyűrűt találtunk, nyakban hordott keresztet és néhány ruhakapcsot. És ezeknek a feltárása hogy zajlik egyébként? Tehát, hogyha most itt egy picit meg tudnám mutatni nekünk a területen, hogy ezt hogy képzeljük el? Elindulunk ásóval, lapáttal, csákánnyal, ha éppen olyan a terület, elkezdünk mélyíteni, és amint a jelenségek kirajzolódnak a földben, akkor ugye kis szerszámra váltunk, és szépen kibontjuk őket. Kis bucka ez azért maradt itt, mert ez egy korábbi sírnak a helyét jelöli. Ugye mi nem csak feltárjuk a dolgokat, hanem pontosan le is dokumentáljuk, tehát mindenről, ami előkerül, fotó készül, rajz készül méretarányosan, és utána, amikor mi ezeket felszedtük és elraktároztuk, utána a geodéták kijönnek, és akkor ők elkészítik a területnek a pontos térképét, és ahhoz vannak itt a jelölések, mert ők ugye nem tudnak folyamatosan itt lenni velünk. Mi megjelöljük, hogy mi hol került elő, ők azt bemérik, és utána a múzeumban már ezek alapján lehet összeállítani a területnek a tényleges alaprajzát. A sírok, a csontvázok egyébként ilyen jól egyben megmaradtak, mint ahogy látható ön mögött is? Nem mindegyik, tehát némelyik nagyon jó állapotban van, de némelyik borzasztóan rossz megtartású. Tehát van, amikor a csontok teljesen szétmállanak, elporladnak, és már csak körvonalaikban lehet őket látni. Ezeket sokkal nehezebb bontani is, meg dokumentálni is, de hát némelyik ugye ilyen állapotban maradt meg. Pontosan, hogy miért, azt nem tudjuk, hogy valami áradás és nedves időszak tehette tönkre, vagy esetleg az egészségügyi állapota volt az illetőnek olyan, hogy a csontjai nem maradtak meg jó állapotban, ezt sajnos nem tudom megmondani. Hányan dolgoznak egyébként most itt ezen a területen, és meddig maradhatnak, illetve utána majd a múzeumban hogyan folytatódik a munka? Pillanatnyilag 40 kézi földmunkás dolgozik, ezen kívül ugye dolgozik mellettem 2 régésztechnikus, és időnként ugye a múzeumból kijönnek a geodéták, tehát ennyien dolgozunk összesen. Van még a mai nappal együtt 9 napunk a feltárásra engedélyezett 30 napból, úgyhogy nagyon erősen igyekeznünk kell még, hogy be tudjuk fejezni az egészet. Ha itt a munka befejeződött, akkor a
temetkezések egy idő után a Természettudományi Múzeumba kerülnek, hogy az ottani antropológus feldolgozza a csontanyagokat, tehát a korát, a nemét meghatározza, az esetleges betegségeket, amik ugye a csontanyagon nyomot hagytak. Az egyéb leletanyag pedig a mi restaurátoraink kezébe kerül, ők szépen megtisztítják, helyrehozzák, konzerválják, a kerámiát összeragasztják, ez alapján ugye mi meg tudjuk határozni őket, és pontosan a korszakot megállapítani, amihez tartoztak. Az állatcsontot pedig az archeozoológus határozza meg, ami alapján pedig a korszak étkezési szokásaira lehet következtetni belőle. Polgármester úrék is jártak a helyszínen, izgalmas dolog belelátni egy ilyen ásatásba, legalábbis számunkra nagyon is érdekes volt, úgyhogy többek között emiatt is szerethető ez a munka. Hát mit tapasztaltak önök ott a Csarnok téren, egy kicsit később jártak, mint mi? És emiatt is szerethető város, Ferencváros. Hát az meg alap. Fellini Róma című film, Róma az örök város, most már elmondhatjuk mi is, hogy Ferencváros és örökváros, hiszen hogyha sorba rakjuk, hogy bronzkor, Árpádkor, törökkor és Ferencváros, mai kor, Franstadt, akkor elmondhatjuk mi is, hogy itt mindig szerettek élni az emberek ezek szerint, mert három különböző korból találtak itt bizonyíthatóan abból a korból származó emberi élet, tehát bizonyító maradványokat, ez mindenképpen izgalmas. Én gyerekkoromban jártam sokat ásatásra, persze fizikai munkásként, és mindig nagy élmény volt, hogy találunk-e valamit, mit találunk, és jól látható, hogy ideig nehéz fizikai munka, és aztán jön a pepecselés, a finomkodás, amikor a hölgyeknek a szempilla fésűje sincs olyan finom, mint amivel ezzel a csontokat letisztítják. Nagyon izgalmas dolog. Hát a kincskeresés, ki nem akart kincskereső lenni? Bár mi ugye nem vagyunk Gönczi Ambrus, a helytörténeti gyűjtemény vezetője, de azért próbáljuk egy kicsit elhelyezni ezt az időszakot, hogy hogyan is nézett ki akkor a pesti rész, és hogy a mostani belső Ferencváros az hogyan helyezkedett el. Tehát ugye városfalon kívüli területről beszélünk, az akkori városfalon kívüli terület volt ez. Hát a mikori városfalon, ugye a középkori városfalon kívül. Ha bronzkort most feledjük egy pillanatra, és mondjuk az Árpádkorról beszélünk, akkor igen, a városfalon kívül. Tehát itt a 12.-13. századi, igen, ezt nem mondtam, Szent Erzsébet falváról, vagy Szent falváról, hogyha beszélünk, akkor ez az állítás erre az időszakra igaz. Igen, és az is egy érdekes lehet majd, amit most fognak megállapítani ezekből a nyomokból, hogy ugye most könnyen azt mondjuk Budapest 23 kerület, pontosan be tudja lőni, mindenki a térképen meg tudja határozni a helyét, de vajon mondjuk 300 évvel ezelőtt a török korban, mondjuk Szentfalva, Szent Erzsébet falva, az hány volt a hány közül, a hanyadik volt a hány közül? A régésznő szerint 10 valahány település létezett, hát ugye Óbudát, ez itt közvetlenül tudjuk. A városfalon hát a mai Budapest, tehát mondjuk a mai Budapest környezetét nézzük, akkor hát ugye Óbuda létezett, nyilván Pestnek egy bizonyos részén voltak települések, de Pest sem volt egységes, és a Budán is a hegyek között is volt egy-kettő, esetleg három településforma, ezek közül volt az egyik a miénk, és hát a leletek mutatják majd meg, hogy kik éltek itt milyen formában, és mit csinálhattak. És megjött a kedvem egyébként az ásatás után, hogy elkezdjek még behatóbban foglalkozni Ferencváros történetével, és ajánlom a nézőknek is a Mesélnek a Ferencvárosi utcák című könyvet, ami elsősorban diákoknak készült, a helytörténeti vetélkedőre ebből készülnek fel a diákok, nagyon olvasmányos és közérthetően van megírva. Na és ott olvastam, hogy a mai Rádai utcának a déli részén lehetett ennek a Szentfalvának a puszta temploma, úgyhogy mindjárt eszembe is jutott, hogy ugye a Rádai utca 57-ben van az az üres telek, amit most értékesített az önkormányzat, hogy hát ha elkezdődik ott az építkezés, akkor esetleg ennek nyomaira is bukkannak majd. Én nagyon örülnék, hogyha ennek a fatemplomnak a maradványa éppen ott kerülnének elő, hiszen meglévő házakat nem fognak elbontani, nyilván csak azért, hogy hát ha persze, de ez van. Az üres telek most egy jó esély erre. Jó esély, de a Cucor utca 3 alatti üres telek is, ugye próbáltunk ötleteket adni a régésznőnek, hogyha valaki tud erre engedélyt, és legfőképpen pénzt szerezni, mert azt ne hallgassuk el, hogy
ez a mindenkori tulajdonosnak, illetve hát most a beruházónak, ez majd 20 millió forintjába került ez a ásatás, hiszen az összes költségét neki kell állni. De nem bánja, mert egyrészt a reklám értéke, másrészt van annyi tudatosság benne, hogy ezek, ahogy a régisznő is elmondta, sokkal jelentősebb leletek, mint amire ő is számított. A régészetvezetővel beszéltek arról is, hogy esetleg lesz majd kiadvány, lesz majd kiállítás, és akár teret is neveznének el, vagy utcát, tehát hogy valahogy emléket állítanának ilyen módon is Szent Erzsébet falvának. Hát a névállítás, vagy a név, az elnevezés az mindig nehezebb ügy, mert kinek, kiét se jöjjük le kire, de igyekszünk majd találni megfelelő utcát, vagy valami kis terecskét. Az izgalmasabb kérdés az a leleteknek a kiállítása, tehát ez egy nagyobb kiállításnak a része lesz, ez már bizonyos, a Történeti Múzeumnak a újkori leleteinek a kiállításán, és a ferencvárosi részt ezt pedig meg fogjuk kapni szinte bizonyosan. A Helytörténeti Múzeumban önálló kiállításként is meg fog jelenni, és reményeink szerint addigra már, ha előbb nem két évvel leszünk, most már csak másfél, 225 évesek, úgy, mint Ferencváros, Franstadt, erre a jubileumra egy kis füzetecskét, akár könyvet is kiadnánk, úgyhogy úgy is lehet ezt tulajdonképpen megvenni, hogy Ferencváros új történelemkönyve. A múlt idézés után most emlékezéssel folytatjuk, ahogy ezt tették a képviselőtestületi ülés elején is, hiszen február elején váratlanul elhunyt Körösi Zoltán író, aki a kerületünkben élt, és egyébként a Ferencvárosi Művelődési Központnak is egy ideig igazgatója volt. Igen, mondhatnám úgyis Zoli barátomról, kellene most beszélni, nem túl könnyű, hiszen együtt voltunk katonák, egyetemre egy időszakban jártunk, bár a bölcsészkarra járt, én akkor is találkozgattam vele, és aztán itt a 90-es évek végén, 2000 évek elején találkoztunk, hiszen a Ferenc téren lakik most is a családja, nagyon kötődött Ferencvároshoz, több könyvében is részletesen ír ferencvárosi élményeiről, ferencvárosi történeteket mutat be, 16 kötete jelent meg eddig, 2 van most a kiadóknál, meg is fognak jelenni tavasszal, ő ezt már sajnos nem érte meg, nem élte meg. Nagyon szerette Ferencvárost, focizni is nagyon szeretett, az író válogatottnak volt szervezője, aktív játékosa. Ferencvárosért emlékéremmel tüntette ki a kerület, és mint ahogy említette is, a Művelődési Háznak volt a vezetője több mint 2 évig. Nekem nagyon sokat segített, hiszen a szakmája, a kultúra, az irodalom nekem szövegeket írt sokszor, és nagyon sok ötletet adott, hogy hogyan lehetne a helyi kultúrát becsatornázni, ilyen csúnyán fogalmazzak, összekötni a magas kultúrával, és azokkal a kulturális létesítményekkel, intézményekkel, amelyek Ferencvárosba kerültek, nem színház, MIPA, BMC-hez is volt még néhány jó szava, tehát nagyon fog hiányozni. Emlékezzünk rá jó szívvel, és olvassuk sokat a műveit, és nehéz ilyenkor mindig váltani, de muszáj. Képviselőtestületi ülés február 18-án volt, a legfontosabb, hogy van költségvetése a 2016-os idei évre Ferencvárosnak. A költségvetés vitáját megelőzően tartott egy bevezetőt, egy összefoglalót polgármester úr, ahol 3 területet említett. Az örök, ugye a mindig legfontosabb, városrehabilitációt, a szociális gondoskodás, támogatási rendszert, valamint a kultúrát és a sportot. Erről beszéljünk most röviden. A költségvetés elfogadása az, mondhatnánk azt is, hogy félhivatalosan ünnepnap is. Ugyanis ettől a naptól kezdve Ferencvárosnak a működése biztosított. Tehát egész éven keresztül, amennyiben a költségvetés jól összeállított, már pedig ezt a könyvvizsgálótól kezdve még az ellenzéki képviselők is elismerték, hogy pénzügyi egyensúly alapszik, nagyon nagy összeget tesznek ki a felhalmozási összegek, működési költségek csökkentek,
és teljesen bizakodva nézhetünk a 2016-os év elé, hiszen a végső számokat és összegeket majd az árszámadáskor tudjuk meg, de már most is jól tehát látszik. Ugye április. Az április eleje, közepéig, április 15-ig ez megtartjuk, és várhatóan el is fogadja a képviselőtestet, akkor fog kiderülni, hogy az áthúzódó összegekből mennyi az, ami még szabadon felhasználható. Szóval mindig elmondjuk, hogy a költségvetés teljesen átlátható, világos, sajnálattal mondom, hogy most se volt senki ferencvárosi lakosok közül a költségvetés vitáján, de azért javaslatok érkeztek a két forduló között, ugyanis nálunk két fordulós a költségvetés vitája. 2-3 héttel az elfogadás előtt kifüggesztjük, bárki javaslatot tehet, hogy mire költsük a szabad pénzünket, mert azért azt illik tudni, hogy a jobb átláthatóságot és érthetőséget 17 melléklettel szoktuk javítani. Ebből a 17 mellékletből az egyik a 12-es számú, az most már törvény szerint is külön foglalkozik az önként vállalt feladatokkal. Tehát ez az a táblázat, amiben a több mint 1,2 milliárd forintot meghaladó összeget tudjuk elkölteni ezekre a bizonyos önként vállalt feladatokra, amiről beszélt is, tehát amit fejlesztésekre tudunk fordítani, sportra, kultúrára és szociális támogatásokra. Az jól látható, hogy a számokból is és a tervezésből is, illetve a tavalyi végrehajtásból, hogy az idősbarát önkormányzat részben annak címelnyerése annak is köszönhető, hogy nagyon sok programmal gondoltunk a szépkorúakra, és a támogatások is nagyobb részt őket érintik. A másik része pedig a Korfának az alsóbb része a gyerekeket, hiszen mi azt szeretnénk, hogyha a Ferencvárosban élők ténylegesen otthon élnének, és a ferencvárosi családokat, szülőket tudnánk a gyerekeiken keresztül segíteni. Tehát nagyon sok támogatás szól a hátrányos helyzetű családok gyermekei részére, és a sport és a kulturális eseményeknek is a nagy része ingyenes pontosan emiatt a gyermekek és az idősek számára, hogy ezek a korosztályok, ezek a rétegek elérhessék. És a kulturális programok jó része is ugye ingyenes, még a kultúráról, sportról beszéljünk röviden az idei év kapcsán. Nehéz lenne, hiszen nagyon sok kulturális esemény lesz, a jó megszokottakon kívül újak is lesznek. Most készül a terv, egyébként a Ferencváros kulturális koncepciója is folyamatban van. Mi azt szeretnénk, hogyha a legközelebbi, de legkésőbb a kettővel későbbi áprilisi képviselőtestület ülésen a kulturális koncepciót is el tudnánk fogadni, hiszen annak részeként a legkisebb eseményektől a legnagyobb, úgymond nemzeti, tehát ferencvárosi ünnepekig a nyári játékok valamilyen módon való visszaállítása, hiszen nem egy hónapon keresztül és csak a Bakástéren, más koncepció alapján, de szeretnénk olyan programot nyújtani az itt élőknek, hogy hívhassák a nem Ferencvárosban élő ismerősöket, rokonokat, és újra népszerű legyen a nagyjáték. Természetesen majd áprilisban, hogyha ez a koncepció elkészült, akkor beszélünk arról, hogy rövid és hosszú távon is hogyan képzelik el Ferencvárosban a kultúrát. Költségvetésnél maradva még a pénzügyi bizottság elnöke Pál Tibor ellenzéki képviselő vetett fel néhány kérdést. Kérem, hogy most itt is reagáljon ezekre. Egyrészt nehezményezte, hogy csupán egy ház felújítása szerepel az idei költségvetésben, és nem látja a forrásokat biztosítva, ugye ez önerőből újul meg, hogy esetleg fővárosi vagy európai uniós forrásokra lenne lehetőség, hogy ennél több ház tudjon megújulni az idei évben. Talán túlzásnak is hathatna, hogyha azt mondanám, hogy álságos a felvetés. Én ilyet nem használnék, inkább azt mondanám, hogy egy olyan kifejezés ez, minthogyha a képviselő úr nem lenne jelen 1985 óta Ferencváros életében. Ő a legrégibb képviselőnk, ő pontosan tudja, hogy a ferencvárosi városrehabilitációban saját forrásból kettőnél több ház felújítására sosem telt. Ha kettőre telt, akkor az általában kisebb volt. A mostani Tűzolt utca 33A, egy több mint 70 lakásos háznak a felújítása saját erőből ennyire futja, régebben se futotta többre. Ami a nagyobb sebességet jelentette régebben, az a magántőke
jelenléte volt, ez 2008-2009-ig volt megfigyelhető, azóta szinte semmi. Ugye beszéltünk erről már, hogy talán most, hogy fellendült a lakáspiac, az ingatlanpiac, beindul a magántőke is újra, és ezt a rehabilitáción is lehet majd érezni. Így van, a tavalyi évben már a gazdasági válság végét jelezte az érdeklődés a üres telkek, illetve olyan épületek iránt, amelyek kiüríthetők, és most a csoknak a megjelenése, ugye a kormány hirdetésében a befektetőket, fantáziáját megmozgatta, és nagyon nagy az érdeklődés. A Lonyai utca 26-ra már kiírtuk a pályázatot, és további, kérdés kapcsán fogunk beszélni. további 9 ingatlan, részben lakott, részben olyan, amelyikben már nem is laknak, írjuk ki pályázatra, ahol várjuk a magántőkének a jelentkezését a pályázaton is. Az érdeklődés nagyon nagy, tehát nagyon sokan szeretnének építési telket venni, vagy felújítani házat. Reméljük, hogy az idén sok-sok jó hírről tudunk beszámolni, hiszen megjelenik az a forráserő, ami jó pár éve nem jelentkezett, és akkor megint el fogjuk majd tudni mondani, hogy a város rehabilitáció gőzerővel folyik, és egy évben nem egy, esetleg két házat, vagy most, ahogy a József Attila terv segítségével, ugye az uniós pályázati forrásból 5 házat tudtunk felújítani, hanem újra 3-4-5 házat is évente. És ami a hátralévő 3-4 évben akár 20 háznak a felújítását jelenti, és ugye a bizonyos 70-es számot azt ismerjük, 70 háznak a felújítása vár még Ferencvárosra. És hát reméljük, hogy lesz majd európai uniós forrás is a rehabilitációra. Szintén Pál Tibor felvetése, hogy a Kliknek nincs elég pénz, ezért ugye a költségvetésben szerepel az is, hogy az uszodába, illetve a korcsolya oktatásra való szállításnak a költségét átvállalja az önkormányzat, és hát itt természetesen azzal volt problémája, hogy a Klik nem látja el ezt a feladatot, és nem azzal, hogy az önkormányzat segít. Nyilván most a Klikről ne kezdjünk el beszélni, mert az kitölteni a műsor időnket, mégis arra kérem, hogy röviden reagáljon erre a felvetésre. Igen, érdemes abban arról beszélni, hogy köszönhetem Ferencváros adóképességének, a ferencvárosi polgárok adózó hajlandóságának, illetve az itt megjelent és működő cégeknek a befizetett magas adójának, hiszen közel 4 milliárd forint adót fizetnek be a itt működő cégek. Ennek köszönhetően megengedheti magának, jó értelembe véve a kerület, hogy azokat a központi forrásokat pótolja, amelyek éppen most nem jelennek meg. Tehát így, ha a Ferencvárosi Oktatási Intézményekben adott esetben nem jut pénz erre, arra, amarra, tanulmányi versenyen való indulásra, a korcsolyázásra való eljuttatásra, a Ferencvárosi Önkormányzat tudja ezt pótolni, és ezt mi pótoljuk is. Ugyanezt történt tavaly is egyébként azoknak a támogatási formáknak, amelyek előzőleg központi forrásból történtek, azokat a Ferencvárosi Önkormányzat az utolsó fillérig átvállalta, és ezt onnan ismerik föl egyébként az itt lakók, hogy ferencvárosi jelzőt kapott a támogatás neve, tehát ami ferencvárosi néven jelenik meg, az már saját forrásból, ferencvárosiak pénzéből lesz kiadva, ellátva és támogatva. Harmadik felvetése pedig az volt, hogy túl sokat költ az önkormányzat kommunikációra és PR-ra. Én ebben semmi kivetni valót nem látok, hiszen van miről tudósítani ferencvárosiakat. Ugye nem elég a támogatási rendszereket megalkotni, nem elég forrást mögéjük tenni. Erről értesülni is kell a rászorultaknak, az igénylőknek, hiszen hogyha ez nincs kommunikálva, hogy ezt a külföldi szót használjuk, akkor kevesebben fogják tudni élvezni. Ez az egyik része. A másik része, ami bújtatottan benne lehetett a kérdésbe, hogy ne talántán pártpropaganda is megjelenik ezekben a kommunikációs hírforrásokban. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy tudnak-e olyan filmkockát a 9.tv műsoraiból, vagy egy olyan oldalt mutatni a Ferencváros újságból, vagy akár a honlapon is, ahol indokolatlanul egyáltalán pártlogó jelenik meg. Most ne beszéljünk a fizetett hirdetésekről, mert az egy más kategória. Arra minden jelenlévő
társadalmi szervezetnek és pártnak van lehetősége, de egyébként ezek a kommunikációs költségek erre a célra nem alkalmasak, és nem is használjuk őket. Egyedül egyébként nálunk itt a televízióban párt megjelölés, az a Napirend után című műsorunkban szerepel, ahol a testületi ülések után mindig két kormánypárti és két ellenzéki képviselő ugyanannyi időt kap, hogy elmondja a testületi üléssel kapcsolatos véleményeiket. A kerületépítési szabályzatáról is döntöttek első fordulóban, nagyon röviden ez az előterjesztés mit tartalmaz. Ugye az első forduló jelzi, a régi tévénézők már pontosan tudják, hogy ez az az állapot, amikor kifüggesztjük, tehát alkalmasnak találjuk arra, hogy az összes Ferencváros, és persze nem Ferencváros is beleszólhat, javaslatot tegyen most éppen belső Ferencváros építési szabályzat, tehát ennek már sok-sok neve volt, most éppen kerületi építési szabályzat, volt ez KST, meg előtte rendezési terv, tehát csak hogy ráismerjenek a ítélők, és várjuk valóban, és mit tartalmaz élőben. Ez pontosan? Tehát, hogy miben szólhatnak bele, vagy Minden bármibe beleszólhatnak, bármihez javaslatot tehetnek. Éppen ma jött meg a Rádai utca 31 lakóinak a kérés sorozata, több mint 5 oldal, jogos felvetések is vannak benne, olyanok is vannak benne, amit tehát, hogy hogyan alakuljon, hogyan változzon a környezet, hogy ebben a környezet, ilyenek, hogy beépítési magasság, homlokzat magasság, milyen széles legyen a járda, ezt mondjuk nem ebben a javaslatban volt, de ahhoz például csak, hogy értsék a kedves nézők, hogy a Csarnok téren az átalakítás, ugye az uniós pénzből történő átalakítás, az 64 parkolói megszüntetését jelentette. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt a parkolószámot biztosítsuk a környező utcákba. Ehhez az kell, hogy mondjuk az Erkel utca és a Gönczi Pál utca két oldalon legyen egy parkolható, a Gönczi Pál már olyan, az Erkel csak egyik oldalon, ahhoz az építési szabályzatban kell meghatároznunk, hogy hány centi széles lehessen a járda, mert a jellegi szerint másfél méter szélesnek kell lenni. Hát ha mind a két járda másfél méter széles, akkor pont egy autósor hiányzik, az konkrétan az Erkel utcában 13 parkolóhely. Tehát ezt most visszaadjuk, és lesz új 13 parkolóhely. Tehát ez is egy lehetőség, hogy a környezet alakulásába a környéken élők beleszóljanak. Rohan az idő, akár énekelhetném is, de nincsen jó énekhangom, úgyhogy még egy napirendre térjünk ki. Közterület használati kérelemmel összefüggő felülvizsgálati kérelem, ez a Mahír City Poster Kft. Bérelte a kerületi hirdető oszlopokat. Polgármester úr úgy döntött, hogy ezután nem velük fognak szerződést kötni, ezért fellebbezett a Kft. Baranyi Krisztina ellenzéki képviselő kérte, hogy fejtse ki, hogy mi is volt ezzel a szerződéssel konkrétan a problémája, hiszen mindig időben pontosan fizetett a Kft., és így 5 millió forint, vagy közel 5 millió forint éves bevételtől esik el az önkormányzat. Ebben több feltevés is hibás, hiszen bevételtől nem fog elesni az önkormányzat, hiszen az egyik feltevés itt hibás, a második pedig a szerződés az egyébként is lejár december 31-én, hiszen ez egy közterületfoglalási engedély volt. A közterületfoglalási engedélyt olyan célokra adunk meg, amire jövőben nem tartunk igényt. A főváros eldöntötte, hogy a Mahír oszlopok kiszolgálták az időt, és másfajta hirdetési felületeket fog előállítani. Ehhez csatlakoztunk mi a saját közterületeinken lévő oszlop helyekkel, hiszen ezekre a helyekre már nem adunk ki közterületfoglalási engedélyt, hiszen lesz új és egységes hirdetési oszlop felület a fővárosban, ezért nem adtuk ki az engedélyt, ezért amíg nem vontja el az oszlopot, tehát foglalja Ferencváros közterületét, ezért neki bírságot kell fizetni. Ez a bírság meghaladja a közterületfoglalási engedélyben korábban megszabott összeget, tehát bevételkiesésre nem kell számolni. A helyi ügyek után most fővárosi döntésekről beszéljünk röviden, hiszen mint minden polgármester így ön is tagja a fővárosi közgyűlésnek. Január 27-én döntött a fővárosi közgyűlés, vagy fogadta el az olimpia mester tervét. Mindjárt láthatják is a képet, hogy ez miként és hogyan fogja érinteni Ferencvárost, mert hogyha lesz 2024-ben Budapesten olimpia, akkor fontos részek
lesznek itt Ferencvárosban. Ugye Csepelen is, illetve itt látjuk a ferencvárosi oldalt, pontosan miket terveznek ide Ferencvárosba. Médiafalu az lesz, úgyhogy nekünk közel lesz a helyszín, ha... Jól látható a rajzból, hiszen a ferencvárosi oldalát látjuk a Kis-Duna szakasznak. Hogyha a stadiont nézzük, most a stadionba fut bele az a vasúti híd, ahol a Hév átmegy, hogy be tudjuk határolni a jelent. Ebből látható, hogy további két híd fog épülni. Az egyik híd az majd a majdani Kén utca vonalában folytatódik, és az olimpiai falu is, és a sajtófalu is, a médiafalu is itt lesz a ferencvárosi területen. Hogyha ezt a központi részt nézzük, ez a legnagyobb területe, ez lenne a legnagyobb területe a budapesti olimpiának, és a legnagyobb területből is a majd kétharmad része Ferencváros területen lenne, tehát már előre izgulhatunk, és talán büszkélkedhetünk is, hogy milyen fontos várossá válik, még ennél is fontosabban, mint most Ferencváros, hiszen hogyha most mindig elsoroljuk az összes nevezetességünket, az Iparművészeti Múzeumtól kezdve... Erre most nincs idő, erre nincs idő, hosszú lesz. Akkor még, hogyha egy olimpiai falu is hozzájön, akkor azt gondolom, hogy sokak irigyelhetnek minket méltán jogosan, és hát várjuk a 2017. szeptemberi döntést. Így van, Limában. Hogy lesz-e 2024-ben olimpia. Én már azért eljátszottam a gondolata, hogy milyen is lenne majd ott forgatni. Döntött a fővárosi közgyűlés a február 17-i ülésén arról is, hogy bővíthető a parkolási fizető parkolási övezet Ferencvárosban. Így a lakók kérésének eleget téve a Vágóhíd utcában és a József Attila lakótelep egy részén fizetős lesz a parkolás, remélve, hogy ezzel a parkolási gondok megszűnnek. Annak idején, mikor bevezettük a fizetős parkolási rendszert, akkor Tóth Kálmán utca, Vágóhíd utca környékén néhány lakóközösség, aki úgy gondolta, hogy ő szeretne ebből kimaradni. És az akkori vezetés is volt olyan méltányos, hogy azt a körzetet, azokat az utcákat kihagyta ebből az övezetből. Nagyon gyorsan kiderült az, amit mindig is hangoztatunk, hogy bizony a parkolási rendszernek, a fizetős övezet kialakításának forgalomszabályozó szerepe van. És csak aztán nézzük a bevételt, hogy megéri, nem éri. Ugyanis azóta, akik azon a környéken laknak, azóta egészen idáig sokat szenvednek az ott parkolóktól. Ez a jelenség a József Attila lakótelepen is felerősödött. A mai állás szerint 100 autóra mindösszesen 75 szabályos parkolóhely jut. Mindazok, akik a metróvonalakon járnak, a metrót használják, azok P+R parkolóként használják ezeket az övezeteket, a Vágóhíd utca és környékét is, és a József Attila lakótelep nagy részét. Ezért döntött úgy, a lakossági panaszokra reagálva a Ferencváros önkormányzata, hogy bevezeti az érintett területeken a fizető parkolást, amihez a fővárosi közgyűlés jóváhagyása is kellett. Február 17-én egyhangulag támogatták Ferencváros kérését a fővárosi képviselők. A fizető parkolás tehát egyrészt a Vágóhíd utcát és környékét, valamint a József Attila lakótelep egy részét érinti. Ahogy a mögöttem lévő képen is látszik, az Üllőút mentén az Ifjú Munkás utca vonalában vezetjük be a fizető parkolást. A fővárosi közgyűlés döntése lehetővé teszi, hogy még ebben az évben, lehetőleg már őszre ez működjön. Gyakorlatilag ez, ahogy közismert, az ott élők érdekében történik, őket védi. Tehát itt nem parkolásból származó bevétel, ami az önkormányzatot vezéli, hanem szabályozó jellegre van szükség, hiszen a vidékről, külső kerületekből bejövők a metró környékén hagyják gépjárműveiket, és ezáltal ellehetetlenült a parkolás. Ez a parkolás üzemeltetés, amit most bevezetni kívánunk, ez biztosítja az ott élők szabad parkolását, nyugalmát és a kisebb forgalmat. Hogyan fog kiépülni, milyen ütem szerint ez a rendszer?
Hát gyakorlatilag itt egy táblázásról, felfestésről, illetve a parkolóórák elhelyezéséről van szó. A fővárosi közgyűlés kivételt tett a mi érdekünkben, hogy nem tartja szükségesnek olyan sűrűn 75 méterenként a parkolóórákat felállítani, hanem maximum 150 méterig el lehet menni, illetve nem 5, hanem 10 perces türelmi időt állapít meg, azaz, hogyha valaki leparkolt, akkor a parkolóórához elérve vissza a kocsiához ennyi időn belül kell a parkoló jegyet elhelyezni. Természetesen a mobil parkolás, mint kényelmi lehetőség továbbra is fennáll. Erre sűrűbben helyezünk ki táblákat, hogy mindenki megfelelően tájékozott legyen. Ahogy a többi parkolóövezetben is, mi vonatkozik itt is az itt élőkre? Természetesen a ferencvárosiaknak, az ott élőknek ingyenes várakozási engedélyre van lehetőségük, mint ahogy eddig is. Ezt meg is fogják kapni, erről részletes tájékoztatást az összes gépjármű tulajdonos meg fogja kapni. A Ferencváros Újság, természetesen a Ferencváros TV, illetve a különböző szóróanyagokkal próbáljuk ezen ismereteket még bőven időben eljuttatni az érintetteknek. Mennyibe fog kerülni a parkolás ezeken a helyszíneken? A kerületben megállapított legalacsonyabb díjjal történik, 175 forint óránként. Akinek indokolt, az ezt az összeget szívesen megfizeti, aki viszont egész nap úgy szeretne ott tartózkodni, azoknál ez elriasztó lesz. Régi terv válik tehát most valóra, és remélhetőleg, hogy tényleg a lakók megelégedésére. Igen, ez azóta hiánya, mióta több autó van a lakótelepen, mint ahány parkolója, ez már jó 10 éve így van. És ugye a P+R parkolóként való használata a lakótelepeknek, a metróvonal menti településeknek, ez nem csak ferencvárosi probléma, ez máshol is probléma, a szemközti oldalon például. Ez most remélhetőleg megoldást fog nyújtani, hiszen vagy fizet, és akkor abból gyarapodik Ferencváros, vagy pedig nem foglalja el a saját helyeinket. Most pedig folytassuk, hogy nézőinknek milyen kérdései voltak, vannak, tehát az elmúlt egy hónap során üzenetrögzítőnkre, illetve e-mailen érkezett kérdésekre kaphatnak választ. Jó estét kívánok! Én a Pöttyös utcánál lakok. Erdélyi János. A Pöttyös utcánál nem takarítanak össze a metró közelébe, és miért nem takarítsák össze? Köszönöm szépen, viszontlátásra! Tehát Pöttyös utca takarítás metró környéke, ezzel kapcsolatban emlékeim szerint a múltkori adásban is volt már egy kérdés. Én az utóbbi időben úgy látom, hogy elég sokat takarítanak, nagyban javul a helyzet. Még hozzá kell szokni a helyi közterületfelügyeletnek, a fővárosi közterületfelügyeletnek, ugye ez több szereplős helyszín, itt nagyon sokaknak kell összeavolni a munkáját, és nagyon sokan utaznak, itt naponta több ezer ember jön és megy közlekedési csomópont lévén. Azt tudom mondani, hogy a Feszofét is és a fővárosi céget is kértük, hogy minél sűrűbben erejéhez mérten jelenjen ott meg, és az ott elhelyezett kamerák is javítanak a helyzeten, hiszen az illegális hulladék lerakás az tulajdonképpen már nem lehetséges, ugyanis elkapják azt, aki ott hagyja a szemetét. Neked reméljük, hogy a 3-as metró felújítása során, ugye bemutattuk már korábban egyszer a látványterveket, hogy miket terveznek, vagy hogyan tervezik például ennek a megállónak a megújulását, hogy ez is a rendezettebb összképhez hozzájárul majd. Jöjjön a következő kérdés. Jó napot kívánok! Mursa Miklósné vagyok, a Haller utca 4-ből. Szeretném megkérdezni a polgármestert, hogy mikor tesznek valami érdemleges dolgot itt a Haller utca 4-ben. Szörnyű állapotok uralkodnak. Tisza emberi biztos fertőzött a kapuhaja, nem lehet bejönni. Emberi életre alkalmatlan ez a ház. Kérem, legyen szívesen tenni valamit. Miért szedik akkor be a lakbéreket? Hogyan lehet így élni? Miért nem néznek utána? Az önök tulajdonában áll ez a ház, ez a lakóépület. Tavaly betelefonáltam, azt mondta, hogy fogják festeni, stb. Valakinek kérelmezni kell, de hát ez könyörgöm, önkormányzati lakást, kinek kell ezt kérelmezni? Hogy nem lehet utána járni? Itt van, kérem, a főútvonal minden felől
garden lakások, meg épületek vannak. Hát nem értem, hányszor kell még kérni, hogy segítsenek ezt a házat rendbe tenni, hogy ne legyen itt ilyen disznósó. A kölyát is már kihívottam, és a tévéhez fordulok, kérem segítsenek, hát ezt nem lehet már kibírni. Köszönöm, viszont hallásra. Milyen lehetőségek vannak a közeljövőben arra, hogy méltóbb környezetet kapjon ez az épület? Ugye azt említettem, hogy több mint 4000 lakás van még önkormányzati tulajdonban. Ennek a 4000 lakásnak az eloszlása az különböző. A Haller utca 4 az egyik legnagyobb lakásszámmal bíró épület, komplexum, hogy így mondjam. Sajnos azok a lakbérek, amiket mi beszélünk a mai viszonyok között, elég kevés dologra elegendőek. Az, hogy mind a 70 darab házat, aminek a felújításáról eleve szó van, annak a tisztántartása is elég nehéz, és főleg úgy, hogy az ilyen típusú házakban, mint a Haller utca 4 is, a betelefonáló is egy jó szándékú, rendes ember, ő biztos, hogy nem rontja az állagát a háznak, de sajnos ezekben a házakban nagyon sokan laknak olyanok, akik az átlagnál jobban is rongálják, szemetelnek. A mi erőnk az sokszor nem elegendő az, hogy minden nap tudjunk takarítani. A Feszofét kértem, hogy itt a Haller utca 4-ben is, mint ahogy a mellette lévő üzletet is próbáltuk konszolidálni az ottani helyzetet, hogy az utcán rend legyen és ne legyen köztéri alkoholfogyasztás és egyéb olyan cselekmények, amik nem tűrik a közterületen való tartózkodás szabályait. Így a házon belül is viszonylag nehéz rendet tartani. Próbálunk partnerek lenni azoknak a számára, akik segítenek nekünk, és egyrészt várjuk a bejelentéseket, és akkor konkrétan azokra a problémákra tudunk reagálni, arra megyünk ki, amit ők szeretnének. A tisztántartásra tudok ígéretet tenni, de a felújításra már nem különösebben arra várunk, hogy ezen a kiemelt környéken ez a terület, nagy gyárak és ahogy elhangzott irodaépületek szomszédságában, hogy megtetszik valakinek, és akkor át tudjuk adni. Rehabilitációval kapcsolatos kérdésekkel folytatjuk, a Balázs Béla utcából érkezett jó néhány kérdés. Balázs Béla utca 26 évből beszélek. Szeretném tudni, hogy azt a részt mikor rehabilitáció alá teszik, mikor kerül bontás alá. A tisztelt polgármester urat szeretném kérdezni. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Megkérem kollégáimat, hogy most a következő kérdést is játsszuk be, hiszen az a szomszédból érkezett. Jó napot kívánok! A Balázs Béla utca 27-ből beszélek, Zámbó Anna vagyok. Szeretnék érdeklődni, hogy a 27B-t mikor költözik és mikor kerül mi a rehabilitációra. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Illetve e-mail érkezett Papjenőtől, aki pedig a 28/B kapcsán ugyanígy felújítás, mikor lesz felújítva. Tehát Balázs Béla utca 26, 27 és 28/B-nek mi lesz a sorsa? Igen, megint csak azt mondom, hogy akik rendszeresen nézik műsorunkat, azok pontosan ismerik már a választ, hiszen az önkormányzatnak egy jó esetben kettő ház felújítására van egy adott évben pénze. Itt most azonnal három házat soroltak föl, hogyha figyeljük a címeket egymással szembe, egymás mellett, tehát a Balázs Béla utcának a Haller utcához közeleső szakaszáról beszélünk, azon a környéken 31 néhány ház van hasonló állapotban, abban reménykedünk megint csak a külső tőke bevonására, saját forrásból. Ez az évente, ugye egy másfél ez ház, az évente egy, így, ami most pénzük. A tűzoltó 33. B lesz, és hogy ezek a Balázs Béla utcai említett címek az idén, ha szerencsénk van, az a pályázat sikeres lesz, a háromból kettő benne lesz ebben a pályázatban, akkor már az idén elkezdjük a 26, illetve a 28-nak a kiürítését. Mi a helyzet a Szobieszki János utca 33-mal, Frankel Marian érdeklődik szintén, mikor újítják fel az épületet? Azt nem tervezzük az idén pályázatra kiírni, akkor, hogyha lesz rá pénzünk, és olyan műszaki állapotban lesz, semmilyen biztatot nem tudok neki mondani. Drégei utca 18.
ugyanez a kérdés. A válasz hasonló, illetve hát most egy újabb támogatási formával jelentkezett be, most még inkább a nevét sem mondom a szervezetnek, lehet, hogy egy új felújítási formával fogunk találkozni. Ha sikeres lesz, Veszprém, illetve Pécs, más Dunaújváros, más városokban próbálkoznak ezzel, akkor mi is be fogjuk vezetni. Tóth Jánosné a Gát utca 24-ből telefonált most az adás alatt. December 22-én bejelentette a bérlemény üzemeltetőnek, hogy az udvari fronton áll a szennyvíz és befolyik a lakásába, és a folyamatos álló víztől a vakolat már feldomborodott vagy kidomborodott. Mikor jönnek, mikor javítják ki, még nem reagált erre a bérlemény üzemeltető Tóth Jánosné elmondása szerint. Remélem, hogy mi hamarabb, én is fogok nekik jelezni, ez lenne a dolguk, tehát ki kellett volna, hogy menjenek. Akkor utána jár polgármester úr ennek a kérdésnek is, üzenetrögzítős kérdéssel folytatjuk. Jó napot kívánok! A Soroksányút 38-ból beszélek, én is Zoltán vagyok, és érdeklődni szeretnék, hogy ez a Duda Medical Center, vagy centrum, amit majd hát, talán fel fog épülni valamikor, Mert hát ezt a félkész épületet már évek óta nézzük, és már nagyon türelmezően várom, hogy meg lesz ez valamikor. Ez a budapesti látkép szempontjából, kerültünk látképe szempontjából, és borzasztó csúnya. Bár hát ezzel is köszönöm, ez a hálása. Mi is többször forgattunk a témában, és mindig úgy nézett ki, hogy na most már elindul az építkezés folytatása, befejezése. Vannak újabb információi polgármester úrnak, hiszen ugye ez magántulajdonban van, tehát nyilván az önkormányzatnak erre nem sok ráhatása van. Nincs, hiszen ez sosem volt a miénk, ez magán kézen jött, ment ez az épület. Mi is abban reménykedtünk, hogy a beharangozás, a megnyitó után már idén kész kellett volna, hogy legyen, de sajnos a kihasználatlan irodahelységek miatt a szemközti irodaházban találtak maguknak működési helyet. A gyógyítás az folyik egyébként a szemközti irodaházban, így nincsenek rákényszerítve különösebben, hogy ezt a épületet befejezzék. Mert én úgy tudom, hogy a szakrendelőt nyitották meg ott ugye a mellette lévő egyik irodaházban, és hogy a kórház az legalábbis a legutolsó információim szerint attól még fel fog épülni, tehát hogy ez a szakrendelő rész, ami most megnyitott. Hát én is így tudom, és ebben reménykedem, hiszen más jobb ötletem nekem sincsen, tehát ha egy magánkórházat nem építenek ide, akkor ki és mit fogod csinálni. Tehát ebben bízunk mi is, sürgetni nem tudjuk. Mi minden engedélyt időben, határidőben kiadtunk, és csak azt tudom ígérni, hogy miattunk egy napot nem fog csúszni, ha elérkezik az a fázis. Jelen pillanatban nem nálunk van a labda. Jöjjön a következő kérdés. Megérítse Ferencné vagyok, a Kénizsi utca 11-ből. Szeretném megkérdezni, hogy a bizományi áruháznak az épületével, hogy mi lesz, és mikor kerül itt sor bármilyen változásra, és mellette a kis garázsra, mert a járda olyan állapotban van, hogy életveszélyes. Köszönöm szépen! Ugye ez a központi királyi zálogháznak a nagyon szép épülete, a Ferencvárosi Séták című műsorunk egyik adása, erről meg a mellette lévő, ahogy a hölgy említette, kis garázsról szólt. Hát ez szintén nem önkormányzati tulajdon, lehet ettől függetlenül tudni, hogy terveznek-e ott valamit, vagy hogy egyáltalán ez most kinek a tulajdonában van, főváros? 12 évvel ezelőtt szállodává szerették volna alakítani, 2 éve lejárt az építési engedély, tehát ha még a szállodát is csinálnak a Kinizsi utca 12-ből, akkor is újra kell kezdeni a hatósági folyamatot, de nem nagyon látszik ilyen szándék, és mellett a garázs pedig mély garázsnak, illetve mély és felszíni garázsnak kapott engedélyt, ott se nagyon mutatkozik hajlandóság arról, hogy a beruházást elkezdjék. Pedig igény aztán ott belső Ferencvárosban parkolóhelyre az lenne, az biztos. Hát igen, ahogy az autók száma növekszik, a parkolóhelyek József Attila lakótelepen is
egyre nagyobb az igény a parkolóhelyekre, belső Ferencvárosban különösen. Mi már forgatásra fél órával előbb megyünk a tervezetni, ha oda megyünk, hogy találjunk helyet. Sajnos itt is ezek 15-20 évvel ezelőtti megállapodások, szerződések, egy része nem is a kerületi önkormányzattal történt, sajnos semmilyen ráhatásunk nincs. Egy lehetőséget rebesgetnek, hogy valamilyen új típusú adó bevezetésével, de ugye az mindig kritikus és kemény dolog, hogyha új adót vezet be egy önkormányzat, ezt nagyon sokszor át kell gondolni, hogyha ezzel próbálnánk meg ösztönözni a jelenleg üres telkekkel rendelkezőket, vagy azokat, akik nem hajlandóak az építkezést elkezdeni. Mert így ugye nincsen semmi kötelezettségük, tehát amikor ők úgy gondolják, akkor kezdik el az építkezést, és hát mivel magántulajdonban van, ugye ez az ő saját döntésükön múlik. A Lúnyei utcából jön a következő kérdés. Üdvözlöm, polgármester úr, én Roléder György vagyok, a Lúnyei utca 26 szám alól, és érdeklődni szeretnénk, hogy mi lesz talán a ház nevében is, mi lesz a sorsa a háznak, illetve a napokban kaptunk egy értesítőt, mi szerint egy tájékoztatásra, illetve egy közös egyeztetésre mindenki menjen be. Nagy vonalakban ez, hogyha elmondaná a polgármester úr, hogy mi lesz a sorsa, mi ennek a menete, abban azt gondolom, hogy sok lakótársamnak is segítene. A telefonszámunk 215-9267-es. Nagyon szépen köszönöm, és szép estét kívánok. Bolla Andrásné is egyébként ugyanezt kérdezi, tehát Lúnyei utca 26. Hát köszönjük a jó kívánságokat, köszönöm. Ahogy ezt el is mondtam, a Lúnyei utca 26-ot már kiírtuk pályázatra. Érdeklődés van az épületre. Műemlékvédett az egész épület, a homlokzat mindenképpen. Tehát hogyha sikerül értékesíteni ezt az épületet, természetesen csak üres állapotban, tehát a lakók kiköltöztetésével együtt, és ez, amit jelzett a lakó, ez már ennek az első lépése, hogy előzetes felmérés, hogy ki milyen körülmények között képzeli el a házból való távozását, marad-e a kerületben, lakást kér, vagy pedig pénzbeli megváltást választja. Ez egy hosszú előkészületi munka, és hogyha van pályázó, sikeres a pályázat, van nyertes, akkor viszont szeretnénk felgyorsítani a dolgot, hiszen belső Ferencváros dzsumbujáról beszélünk tulajdonképpen. Belső Ferencvárosban a körúttól egészen a Kiskörötig, talán ez az egyetlen olyan hely, ahol áldatlan állapotok uralkodnak. Tehát ez még csak egy felmérés, és hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor lesz valóban lehetősége a lakóknak, hogy elköltözzenek innét. Még egy üzenetrögzítős kérdésünk van. Igen, itt Csokonom, Lépás József vagyok. Azon a tiszteletteljes kérdésem, hogy a Tesco-ban a Sorokszári úton most itt egy új üzlet, itt fegyvereket árulnak. Most éles fegyverek vagy ugyanez sportfegyverek nem lehet tudni, de a fal tele van géppisztolya. Na most bárki vesz ebből a géppisztolyból, és utána este rám fogja, nem tudom eldönteni, hogy éles fegyver vagy játékfegyver. Erre talán azt lehetne mondani, hogy ez itt szerencsére nem Amerika, és azért nem úgy működik, hogy bárki bemegy egy fegyverboltba és fegyvert vásárol. Ezt egyébként konkrétan tudom, hogy egy fegyverbolt nyitása az egy nagyon-nagyon bonyolult procedúra, és hát nyilván nagyon sokféle engedéllyel kell rendelkezni, úgyhogy ez nem úgy működik azért, hogy valaki oda bemegy és egy ilyen fegyvert választ. Mi minden esetre továbbítottuk ezt a kérdést is. Bizonyos vagyok benne, hogy minden hatósági engedélye rendelkezik. Kizártnak tartom, hogy éles fegyvereket árulnának ebben az üzletben. Én sem vagyok a játékfegyvereknek a híve, de nem tiltja semmiféle jogszabály. Nagyon külön, nem, én sem örülök neki. És az utolsó kérdés, ami Facebookon érkezett, a hölgy írt nekünk, segítséget kért a Bokréta utca és a Viola közti részen a Vendel sétányon, mindig ez fogad, láthatják a képen, elküldte a fotót, szólt már a rendőröknek, de felesleges, írja, minden nap ez van, és térfigyelő kamera is van, ezért hozzánk fordult. Megkerestük a kerületi rendőrkapitányságot és a BRFK-t is ebben az ügyben, akik a következő választ küldték e-mailben, olvasom,
Megkeresésével kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy a történtek tisztázása érdekében a BRFK 9. kerületi rendőrkapitánysága kábítószer birtoklás bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt nyomozást folytat ismeretlen tettes ellen. A folyamatban lévő nyomozásra való tekintettel az ügyben bővebb tájékoztatást jelenleg nem áll módunkban adni. Az ügyben írásbeli válaszonkon felül nyilatkozni nem kívánunk, megértésüket köszönjük, tisztelettel BRFK. A Facebookon egyébként írt utána a hölgy, hogy azóta kimentek a rendőrök, illetve a közterület felügyelők is, és összeszedték a fecskendőket. Reméljük, hogy a nyomozás sikeres lesz majd, és hogy ehhez mi is hozzájárulhattunk. A bejelentést köszönjük, ezt továbbra is nagy szívesen várjuk, hiszen a kamerafelvételeket is hamarabb meg tudják nézni az adott szervek. Több mint 100 feljelentés érkezett már kamerafelvételek alapján. Nagyon remélem, hogy az ismeretlen tettes az nem sokára ismerőssé válik. Köszönjük szépen polgármester úrnak, hogy itt volt és válaszolt a kérdésekre. Köszönjük önöknek is, hogy néztek minket és hogy kérdeztek. Várjuk a kérdéseket, tehát továbbra is 218-21-21-es a telefonszámunk, és ezekre a kérdésekre március 22-én kapnak majd választ. Várjuk akkor polgármester urat is. Köszönjük még egyszer. Köszönöm szépen a meghívást, itt leszek. Viszontlátás!